Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön egy kis Titanfall. Jó zsaru, rossz zsaru, feketén fehéren, pro vs kontra, mindazok kedvéért, akik még nem tudják hogyan és mit tévők legyenek ezzel a játékkal, hogy meg fogja érni a pénzét, nem fogja megérni a pénzét, vagy nem volt esélyük kipróbálni a bétát. Hozzáteszem azt, hogy ez mind-mind-mind béta játék alapján történt, a játékban eltöltött pár órában ezen a két pályán, multiplayer módokat kipróbálva, és hogy ez milyen élményt nyújt, vagy éppen, hogy milyen rossz tapasztalatokat vettem észre, igyekszem megmaradni az objektív oldalon, de azt hiszem, hogy azért nagyjából ez sikerülni fog. Nos, jöjjön egy kicsit a jó része a játéknak, szóval első bekapcsolásra emlékszem, hogy egy barátommal játszottam, és hogyan menjünk már, akarok egy titán, akarok egy, szóval ilyen a játék, és akkor így bum, bejönnek a titánok, és olyan egy játékélményt nyújt, és akkor döbbensz rá, hogy amíg a földön játszol pilótaként, vagyis emberként, akkor megkövetel a játék stílus, és amikor beülsz abba a titánba, akkor már megint teljesen átalakul a csatamező, és hogyha ennetán ember vagy titánok ellen, akkor gyakorlatilag az, amit művelni tudsz az ellenfél titánjával, vagy amit művelni akarsz, annak már csak a fantáziát szab határt igazából, mert olyan dolgokat lehet végrehajtani a multiplayerben, amitől teljesen olyan érzési támad az embernek, hogy úristen, én vagyok a nagy szuper katona, és ugye tudjátok, hogy vannak botok benne, ami hogy úgy mondjam, azért ez bizonyos szempontból szükségesebb a játékban, mert megtartják a pörgőséget, megtartják azt az érzést, hogy úristen, de jó vagy. Én nem akkora szám leülni őket, mert gyakorlatilag nem csinálnak semmit, csak mellé lőnek, de megtartják a hangulatot, és nem tudhatod, hogy most ember vagy nem ember. Persze egy idő után elkezded már leszűrni, hogy ki az ember, ki a nem, de hogyha egy ember ügyesen körbeveteti magát velük, akkor nem tud eldönteni, hogy melyik az, melyik ez. Úgyhogy megtartják ezt az izgalmat, megtartják azt, hogy úristen, kit lősz le most, embert vagy nem embert, és mindig folyamatosan egy adrenalin szintet tud nyújtani a játék, és mondom, amint behívják az első titánokat, bejön az első titánokat, akkor már másképp indul a buli, és egy titán kiiktatásaként, mint pilótaként, mint titánként hatalmas izgalmakkal jár, és adrenalinnal azért, ami manapság mondjuk az, hogy azért kevés játék tud nyújtani, főleg, hogyha azt, mit tudom én, már annyi ideje játszottuk multiplayerrel, mint én, akkor elég új dolgot kell ahhoz csinálni, hogy ugye egyrészt ugye a core gamer közösség is meglepődjön azon, hogy na, ez a játék tudott valami újat adni. Félre, szó sincs arról, hogy most valami újat adott a Titanfall, csak adott egy olyan változatosságot, és egy olyan játékélményt, és egy olyan annyira jól összerakott játékot, legalábbis a béta jól össze volt rakva, tehát nagy hibákat nem véltem felfedezni. Tehát annyira összerakott játékot, hogy igen, de lehet, hogy csak az újdonság varázsa, ki tudja. Minden esetre a Titanfall eddigi játékaim során a játékmódok szokásos TDM, Domination volt, és egy úgynevezett Last Titan Standing, ahol az utolsó titánig kell küzdeni, és nincsen újraéledés. Úgyhogy ezek a játék alapján szokásos, vagy úgy mondjam, egy jól bevárt recept, végülis ugye azok készítették, akik a Call of Duty-t, ugye csak most már Respawn Entertainment néven futnak, Infinity Ward voltak régen, MB2-t, MB3-at, Code Ghost-ot, Code 4-et köszönhetjük nekik, és megalkották azt a monstrumot, hogy Call of Duty, és most megalkottak megint egy olyan játékot, ami potenciális esélyes lehet arra, hogy kinőjön, hogy úgy mondjam, ebből a szűklátókörű gamer közösség figyelme felé, tehát hogy kinőjön arra, hogy figyelem felkeltő legyen, de remélhetőleg, hogy ugye a nyugati nagyobb videósok kiemelik ezt a játékot és támogatni fogják, hogy megszűnjön ez a bizonyos kod és Battlefield uralom. Én amondó lennék, és szeretném ezt a játékot támogatni, mint videós, úgy értem, és felrakni videókat. Persze bele fogok menni én is a single playerbe, már alig várom, hogy játszom, és meg fogom nézni jobban a multiplayert, fegyvereket, stb. Hogy mennyire lett olyan a játék, hogy most már, hogy úgy mondjam, tapasztalt játékos vagyok, mennyire az a játék, ami, hogy úgy mondjam, a core gamer közösséget, a komolyabb rétegű játékos közösséget támogatja, illetve
hogy úgy mondjam, megadja azt az élményt, hogy küzdés, mert ugye, mint tudjuk, az egy Call of Duty és Battlefield, mind a kettőben megvannak az olyan fegyverek, amiket úgy mondjam, a profi játékosok nem szeretnek, mert hogy lévén overpowered, és stb. És reméltük, ez a játék sem esik bele a hibába, mert úgy gondolom, hogy egy játék, hogy felvirágozzon, először meg kell nyerni azt a közösséget, aki már látott egy pár játékot és tudja, hogy mi fán zörög. És azt hiszem, ez lenne az első lépés, hogyha ezen túl vannak, akkor utána jöhet ugye, hogy úgy mondjam, a többi játékos. Hát ez van, sajnálom, én így gondolkodom, így látom. És ebben a játékban megvan ez a potencia, hogy ez megtörténjen, hogy ez legyen egy ilyen játék, és hogy hozza ezt a hangulatot, hozza ezt az élményt, mert egyelőre a bétában ez kijött, és tényleg változatos jó csaták, és adrenalin dús, és pörgés, és akinek a feje rááll el az árkás vírusra, az nagyon fogja szeretni ezt a játékot. És azt a változatosságot is, amit nyújt a titán vagy pilóta harcok között, vagy éppen a pilóta vs titán harcok is. És tényleg hihetetlen hangulattal bírt ez a játék is. És két nap alatt olyan adrenalin löketet adott, nem beszélve arról, hogy számomra, aki már azért már régóta multiplayerezik, és Call of Duty-val kezdett, ami egy viszonylagos arcade game, és azt a rég elfeledett arcade feelinget, főleg amikor még, hogy úgy mondjam, quake-eztem, és vagy Unreal Tournament-en játszottam, ami aztán, ha valamire el lehet mondani, hogy arcade, akkor ez a két játék, és ez a rég elfeledett adrenalin boost, amit kaptam ebben a játékban, az nagyon jól esett, mert őszintén szekvertek, tehát ha leülök kanozni, vagy Battlefield-ezni, akkor már rég nincs adrenalin, csak az, hogy a játékra koncentrálok, meg szeretném nyerni a játékot, és zúzni egy jót maximum, de az, hogy ez a játék, hogy milyen adrenalint volt képes adni, az már azért régen felettem, hogy őszinte egy játéknál, szóval ebből a szempontból egy maximum pozitívum ennek a játéknak. Jöjjenek egy kicsit a rossz részei, amiket tapasztaltam ebben a játékba, és most úgy szeretném kihagyni, hogy csak imádkozom, hogy ne legyenek OP fegyverek, van egy fegyver speciál beta, ami volt, amit szívesen módosítanék, nem kivennék, csak módosítanék rajta, de most ezzel nem nagyon szeretnék törődni, csak reménykedem, hogy ez nem lesz így benne. Viszont a játékélmény rombolhatja, azért megvan ennek a játéknak is a maga valósága, és itt sem maradnak ki a kemperek. Szóval igen, lesz tetőnkemp, masszív tetőnkemp lesz időnként, szóval belefutsz olyan játékosokba, akik szeretnek csak az etőn megbújva, láthatatlanba, és onnan kiszedni az áldozataikat. Látni fogsz olyat, hogy sarokba megbújva vár rád, és éppen arra jártál kilő, szóval ezek benne lesznek, ezek mind a játékélményt rombolhatják, csak hál' Istennek, ugye ebből a szempontból nem killstreakre megy a rendszer, szóval annyira nem öl meg az idegbaj, csak egyszerűen picit lerontja a játékélményt, mert ez kinek hiányzik, tehát ember megveszi egy játékot, akkor indulj el azon a pályán és játszál. Persze két szemszög van ebből is, van az a szemszög, hát én bebújtam a sarokba, okosabb voltam, mint te, és van az a szemszög, hogy na, nem hiszem el, hogy te nem élvezed ugye azt a játékot, hogy elindul. Tényleg az volt, amikor először bekapcsoltam, csak így kapkodtam az egeret, és Úristen, és Jézus Mária, és mi történik itt, így fel sem fogtam, hogy mi történik, és emiatt jó volt ez a játék, de mint mondom, a rossz oldalában ez is megvan. Remélhetőleg nem lesznek OP fegyverek. A játékosok, hát tulajdonságai, hát itt is meg lesznek, szóval sajnos benne lesz a partiban, hogy néha egy-két játékod el lesz rontva egy bizonyos azok a játékosok miatt, akik leülnek és kempelnek, vagy éppen behúzódnak és türelemmel várnak, hogy elmenj és majd hátba lőhessenek. Mert igazából itt aztán mindegy, hogy igazából nem is kéne kempelni, mert nem múlik semmi azon, hogy halsz vagy nem halsz. Szóval az, hogy egy YouTube videós videóján azt látod, hogy úristen, ez lejött 20-at, meghalt 0-szor, vagy meghalt egyszer, vagy kétszer, az,
az nem azért van, mert ez a játék könnyű, és hogy a YouTube videós adja a probléma, nem, azért, mert lejátszik 10 játékot, és akkor felrakja az abból a legjobbat, vagy éppen a legjobbat, ami úgy sikerült, ahogy sikerül, szóval... ez a játék nehéz tud lenni, akinek a feje nem áll rá nagyon az árkádra, annak akkor ez a játék lesz egy kicsit kihívás, szóval mindenképpen azért kösd fel a gatyádat, ha új vagy, vagy újabb vagy, vagy szokatlan neked az árkás stílus, mert akkor ez a játék fel fog pörgetni egy darabig. Ja, és amúgy igen, elég rendesen megtanít célozni, szóval pont amiatt, hogy a gyors reakcióidő és célzása emiatt elég jó lesz ez a játék. Nos, a pozitívum részéhez megint csak, hogy Source Engine, nem kell hozzá erős videókártya, szóval azt hiszem talán a GTX 450 és ennek megfelelő AMD videókártya már el fogja hajtani, 4-6 giga körül memória téren biztos, hogy már elég. Szerintem 4 bőven elég lesz neki. Amit véltünk felfedezni én is egy barátom, hogy eleinte laptopon nem futott, pedig a követelmények neki bőven meg voltak, de az Nvidia videokártyája volt a laptopban, és az Nvidia már gondoskodott arról, hogy az Nvidia gondoskodott már arról, hogy fusson a játék egy új driver frissítéssel, úgyhogy hát igen, Titanfall ebből a szempontból megint csak jó, mert nem kell hozzá gépbe. Viszont akkor a grafikát én egy kicsit a csúnya oldalra teszem, a rossz oldalra. Szép a játék, félreértés ne essék. Berekedek. Szóval szép a játék, félreértés ne essék. De mivel én nagyon grafikamániás vagyok, és azért szeretném, hogyha egy játék már megfelelne a mai követelményeknek, így aztán ez a játék annyira nincs köztük szép. Ennyi. Ennyit tudok róla elmondani, mint a kódról, hogy szép a most már a kód is szép. De hogyha közel meg egy falhoz, akkor elmosódnak a textúrák, szóval... meg ugye azért 21. században azért lehessen már kilőni egy fát az utcán, vagy valamit, nem? Nem, oké. Okay. Szóval... ebből szempontból én ezt rosszra tenném, de attól függetlenül, aki Counter-Strike-tozik, vagy ugye, az tudja, hogy mi ez a grafika, és hogy hogy néz ki, és most már szép tényleg, szóval le lehet mondani, megfelel a mai világ követelményeinek, de azt hiszem, úgy sem fogod észrevenni semmit, tehát annyira pörög a csata, csak mivel már hogy az egy ideje játszom, azért már az ilyenek így feltűnnek, és feltűnnek az apróságok is, mint ugye játékos viselkedése a pályán, a különböző fegyverek hatása a játék élményre, úgyhogy de ettől függetlenül ez a játék még mindig megvan benne a lehetőség, hogy jó legyen. De ugye meg kell hagyni, hogy van ilyen játék, tehát ha akarsz hasonló kaliberű játékkal, akkor csak fel kell menned a Steamre, bepötyögnöd, hogy Hawken, és már is egy ilyen mekes, titános, robotos játékkal játszol, ami full ingyenes, szóval. Nem akkora újdonságot tettek le az asztalra, láttunk már ilyet, viszont mint mondom, ingyenes verziója a Hawken, a Titanfallnak, szóval azt is kell próbálni. Akinek megvan a Crysis 3, az hasonlít legjobban ennek a multiplayernek a részéhez, mert ugyanaz az árkádot tudja képviselni a Crysis 3 is, meg 2 is, amit ez a multiplayert játszó pilótaként, de akár elmehetsz kodozni is, és gyakorlatilag szinte ugyanott lesz, szóval nem egy akkora újdonság, így kevertek több játékot, és ettől is lesz jó, és izgalmas ez az egész dolog. Mit akartam még mondani ezzel kapcsolatban? Talán ennyi, tehát így mégis összefoglalva az egészet, adrenalin, pörgős, dús, nagyon árkádós, és tényleg változatos csaták vannak benne, és egy felfrissülés a COD BF uralt a világban. Kis gépigény, hogy úgy mondjam, akkor a negatív oldalán a játékos viselkedés az ronthat a játékélményen. Remélhetőleg nem lesznek OP fegyverek. Grafika, ez csak személyes vélemény, hogy hozzátegyem, és az, hogy ha akarsz vele játszani, akkor akár egy ingyenes játékkal is játszhatsz, ami hasonló kaliberű megáldott titánokkal van ellátva, szóval ennyit a jó zsaru, rossz zsaru részéről ennek a játéknak. Nálam
mindenképp megbevő, és mint mondtam, én szeretném mint videós támogatni ezt a játékot, meglátjuk, hogy mennyire indul el külföldről ez a mozgalom, ők mennyire támogatják, mert azért nagyban befolyásolja ez a magyar közösséget is, és akkor majd meglátjuk, hogy hogy fog alakulni a játéknak az élete. Ez persze a készítőkön múlik, elsősorban, hogy ne roncsák el azt a játékot a bizonyos ugye a bizonyos fegyverek, amivel a Call of Duty is elment egy irányba, és ugye a játékosok is ne kezdjenek el emiatt, vagy amiatt úgy viselkedni a pályán. Bár mint mondtam, nem is tudom, hogy mondtam-e, de ugye érdemes először, én úgy gondolom, hogy a komolyabb játékos közösséget megnyerni a játékkal, és onnantól kezdve egy játék indulhat fel virágozásnak, azt hiszem. Nos, ennyi lett volna Titanfall, és remélem tudtam segíteni egy kicsit a döntésben, hogy megvegyétek ezt a játékot, vagy éppen ne vegyétek meg ezt a játékot, mert ugye azért nem lesz olcsó így elsőre, de mondom, ha szubjektív akarok lenni, ez a játék jó volt, én élveztem, és főleg azért élveztem, mert azért egy hosszú idő óta egy olyan adrenalin löketet adott játék közben, ami már rég nem volt meg számomra. Nos, köszönöm a figyelmet, Necrokin voltam, a következő Titanfallig, Titán esőig, de azért néha Amerikában az őszt hívják fallnak is, úgyhogy az őszi titánokig. Sziasztok!